Szipőcs Ildikó, a vakond meg a gomb. Miért gyötrik gondok a kicsi vakondot? Mert a kabátjáról elvesztett egy gombot. Hol lehet a gomb? kérdi a vakond. Éppen tegnap vettem. Vajon hova tettem? Mindenfelé jártam, sehol se találtam. Kilenc lyukat fúrtam, kilenc dombot túrtam. Hogyha nem találom, akkor a kabátom nem takar be szépen, s megfázom a télen. Unom már a keresést, feladok egy hirdetést. Olvashatják már ma az erdei újságba. Vakond Vili kesereg, mert a gombja elveszett, piros szélű, fekete, kerek, mint a gesztenye. Ha valaki látja, hogyha megtalálja, hozza vissza nékem, nagyon szépen kérem. Reménykedve várom, én meg a kabátom. Tíz forint a jutalom, meg a régi kalapom. Az újsághirdetés hatására megmozdult az erdő népe, Mindenki vakondvili gombját kereste. Az őzek bekukkantottak minden bukorba, A nyuszik átvizsgálták üregeiket, A mókusok ágról ágra ugrálva keresgéltek. Békák, szöcskék, szitakötők a patak partját vették szemügyre, Mackójék még a közeli sziklára is felmásztak, de hiába. A piros szélű, fekete gombot nem találta senki. Vakondvilit azonban mindenki nagyon sajnálta, és megpróbáltak ajándékokkal kedveskedni neki. Nézd csak, vakond, Vili, adok neked magyarót! Kiabált le a fa Mókus Marci, és már dobálta is le odújából a finom, ízletes csemegét. Ez igazán kedves tőled, Mókus Marci, köszönöm szépen! A nyuszik idei répát hoztak, a mackó család egy csupor mézet, az őzek pedig erdei bogyókat gyűjtöttek egy egész kosárral. A kosarat őszgedeon egyensúlyozta a szarván, valahol a falu határában akadt rá még a nyár elején. Köszönöm, barátaim, mondta Vili meghatottan, de ez a rengeteg finomság túl sok egy magamnak. Tudjátok mit? Rendezünk egy nagy vendégséget. A terebélyes tölgyfa árnyékában, ahol Mókus Marci is lakott, állt egy fából készült, nyitott oldalú házikó. Közepén nagy asztal, két oldalt padok, ideális hely a vendéglátásra. Az erdei állatok örömmel vették a meghívást, letelepettek az asztal köré, és jó ízűen csemegésztek, megbeszélgettek. Közben a madarak is gyülekezni kezdtek, finom magokat hoztak a csőrükben, jó nagy kupac magasodott már az asztal közepén. – Hát, szarkarozi, hol van? – kérdezte Búbos banka, napra forgó mageszegetés közben. Nem tudom, tegnap reggel óta nem láttam, pedig máskor ide-oda repked egész állónap, és nincs olyan esemény az erdőben, ahol ő ne jelenne meg. Így a cinege. Nagyon furcsa, tette hozzá a harkálymester. Nézzünk utána, nincs-e valami baja? Nem kell, ott jön már, kiáltott Nyuszi Muszi, aki épp egy piros répa utolsó darabkáját tömte a szájába. Szarkarozi valóban közeledett, de nem a megszokott vidám cserregéssel, hanem lassú, tétova köröket leírva. Csőrében valami furcsa kerek alakú tárgyat tartott. De hisz ez az én gombom, örvendezett vakondvili. Nagyon hálás vagyok neked, szarka barátom, hogy megtaláltad. Mindjárt hozom is a megígért jutalmat. Ne hozd a jutalmat, Vili, nem érdemlem meg, válaszolta fejét lehorgasztva szarkarozi, miután a szép fényes gombot letette az asztal sarkára. Miért nem? kérdezték csodálkozva többen is. A becsületes megtalálónak jutalom jár. A becsületes megtalálónak igen, ezt a gombot viszont én csentem el, amikor Vakondvili nem vette észre. Na hát, kiáltott fel Brumi, Hackóék legfiatalabb csemetéje. Ez nem volt szép tőled? Tudom, már megyek is, és bocsánatot kérek. Szarkarozi indulni készült, de Vakondvili visszatartotta. Valóban nem szép dolog elvenni a másét, de te jóvá tetted, és biztos vagyok benne, hogy még egyszer nem fogsz ilyet tenni. Szeretném, ha maradnál. Az erdei állatok bólogattak, szarkarozi pedig megkönnyebbülten sóhajtott, és ő is letelepedett barátai közé. A vendégség késő estig tartott, csak akkor búcsúztak el egymástól, amikor a nap aranyló tányérja lebukott a hegy mögött, helyet adva az ezüst holdnak, s az égen felszikrázó apró lámpásként világító csillagoknak. A piros szélű, fekete gomb azóta már ott virít vakon kabátján. A régi szalmak alapot pedig megkapta madári esztő, a madarak cimborája, akinek régi kalapját egy nyári zivatar alkalmával elfújta a szél. Itt a vége fuss el véle.